Szeretettel köszöntöm műsoromban dr. Krizsánné Piroska nénit, és köszönöm, hogy eljött. Ugye tudjuk önről, hogy az élete a környezetismeretből, a biológiából, a természetvédelemből áll. Hogyan alakult így az élete? Hát, hogy ezt elég korán kezdtem gyermekkoromban, természetközeli helyen születtem, Mezőkovácsházán, és nagyon alkalmas volt arra, hogy megismerjem a természetet, a növényeket. Közelben volt egy vízfolyás, ahova nagyon gyakran kilátogattunk, és bennünket is a tanárok gyakran vittek a természetbe. Akkor még a madarakfák napja úgy zajlott, hogy minden gyerek akkor kiment a természetbe, és akkor ott kirándultunk, persze kerékpárral, nem autóbusszal, és akkor nagy élmény volt, hogy ott volt egy közös főzés, persze egy paprikás krumpitát, nem kell nagy dolgokra gondolni, pedig sokan voltunk egy osztályba, és mégis mindenki ilyen közel került a természethez, hiszen akkor még az osztálylétszámok 40 fölött voltak. És mégis jó összetartottunk, és nem volt semmilyen probléma így közöttünk, és gyakran kaptam emiatt az iskolába is oklevelet, ez nagyon sokat dobott rajta, hogy az év végén a igazgató bácsi kiszólított, és így kezdődött, és utána folytatódott a gimnáziumba. Oda jártam szintén helybe, Hunyadi János gimnáziumba, és utána pedig mezőgazdasági pályát választottam, Szarvasra kerültem, szintén olyan környezetbe, ahol adott volt az arborétum, a halkutatóintézet, az öntözési kutatóintézet az első munkahelyem, és tehát itt szerettem meg, és tovább tudtam magam fejleszteni az érdeklődésemnek megfelelően. És aztán innen vezetett az út a tanári pályára, elkerültem Gödöllőre az Agrártudományi Egyetemre, és ott végeztem mérnök tanári szakot. És akkor középiskolában tanítottam, szintén ilyen témában, tehát kertészeti szak középiskolában, és utána kerültem Mezőtúrra, ahol általános iskolába folytattam ezt a tevékenységemet. Biológiát tetszett tanítani, ugye? Igen, biológiát tanítottam kezdetben, akkor még nem volt annyira sok biológus hely, hanem akkor napközibe kezdtem tanítani, és ott is már a gyerekekkel a madarak páknapi műsort tanítottam be, és akkori könyvtár, városi könyvtár fölvette az adásunkat, és azt lehetett utána kölcsönözni, tehát mint egy ilyen zöld könyvtárt valósítottam meg. Tehát így kezdődött a gyerekek még most is tudják a verseket, és most volt éppen egy 24 éves találkozó, és a gyerekek mondták, hogy mi volt a jelszó. Úgy jöttek be az osztályba, hogy mondták, hogy Gingó Bilóba. És ez olyan szálló, igen, volt még most is a játszótéren is mondják az apukák. Tehát ez megmaradt bennük a páfrányfenyő neve, a latin neve is. Mit szeretett volna átadni a gyermekeknek az órákon, a versenyeken? Hát a természet szeretetét szerettem volna átadni, a természet megismerését, mert amit megismerünk, azt szeretünk, és amit szeretünk, azt védjük meg. Tehát tulajdonképpen a természetvédelem volt a célom, és úgy éreztem, hogy ez ki milyen pályára került, azért mindenütt tudta hasznosítani. Például volt egy, aki a szakmunkás tanuló volt, és kőművesnek tanult, és mondta, hogy délben hazaszaladtam ezt a madarat, hogy megtaláltam, hogy megvédjem. Tehát persze vannak, akik tudósok lettek, több ilyen híres tanítvány is, például Bordács Sándor, ifjúsági primissima díjas fizikus lett, tehát ő is ezt folytatja. Búzás Csaba a hajdani szakköri titkárom volt, most Hajdúszoboszlón orvos, és ő is még mindig szereti ezt a tevékenységet, és a vízi túrázást, tehát van, aki ilyen módon folytatja tovább. De például velük volt az, hogy a kék túra jeleket festettük a gáton, elindultunk Mezőtúról, és Ecsekfalvára mentünk, és addig
festettük, ez nagy élmény volt a gyerekeknek. És volt, aki jött velünk szembe, és akkor ott találkoztunk a gáton. Tehát ilyen apróságok voltak, ami szerintem nagyon fontos a gyakorlati természetvédelem. Tehát az órákon nem lehet úgy megtanulni. Én mindig törekedtem erre, hogy szakkört tartottam. Még a mai napig is van szakköröm a református általános iskolában. Még mindig vannak, most éppen öten elballagtak a szakkörömből. És ővelük például mindig megünnepeljük a madárkarácsonyt, elmegyünk Dévabányára, a Túzok Fesztiválra, szintén Dévabányára. Ezen kívül Turkevén részt veszünk a Balogh János konferencián, és itt a gyerekek előadást is tartanak. Emlékezetes volt például, amikor Homoki Nagy Istvánról, városunk szülöttéről tartottak előadást, hiszen a híres természetfotós filmrendező Mezőtúron született. És ezt szeretnénk, ezt a hagyományt tovább ápolni, és ha majd lesz itt Mezőtúron mozi, akkor szeretnénk ilyen filmhetet is rendezni, amikor szeptember 2-án, szeptember első hetében a születésnapjához közel emléktáblát avattunk, és ezt meg szoktuk koszorúzni, és így emlékezünk rá. És itt keresztelték a katolikus templomban, ott pedig szintén emléktáblával emlékeztünk meg róla. Hogyan látja, a diákok mennyire fogékonyak a környezetismeretre, illetve a természetismeret, biológia tantárgyak iránt? Hát ugye ez nehéz kérdés, mert már nem tanítok annyi órában, mint ahogy eddig is, tehát nem, illetve most is felkértek a Kossuth iskolába, helyettesítettem 7. osztályban, nagyon jó tapasztalataim voltak. A gyerekeknek mindig kell valami olyat felmutatni, ami felkelti az érdeklődésüket. Tehát már nem az a frontális munka megy, mint ahogy régen volt, de nagyon sok film van ehhez, és ezt kell figyelni, hogy mit, hova lehet beilleszteni. És amiről beszélünk, például én érzem ennek a hatását, mert azóta az egyik tanítvány mindig figyeli, hogy hol vannak zuzmók a fán. És akkor erre felhívja a szülők figyelmét is, hogy nézzük, hogy hol található Mezőtúron, tehát jobban meg kellene ismerni a saját lakókörnyezetünket, hogy milyen növények, állatok élnek itt a közelünkben, és itt volt régen a Peresi bemutatóház. Igen. Tehát nagyon sokan jártak oda, és most például megdöbbenten hallottam, hogy van, aki nem is tudja, hogy hol van, már mostani gyerekek közül. Igen. Tehát én szeretném azt, hogyha jobban élnénk ezekkel a lehetőségekkel, és nagyon sok víz veszi körül Mezőtúrt, és itt is lehetne figyelni a vizek tisztaságát, vagy hogy milyen változások vannak a növényzetben. Tehát lehetne jobban összedolgozni a vízügyel, különböző szervekkel, a vadászokkal, és én ebbe is látom a további feladatainkat, hogy ezekre kellene figyelmet fordítani. Meghívni régi tanítványokat, mert gyerekeknek példakép kell. Igen. Olyan, aki élő, és látják, hogy mi lehet belőlük, hogyha ők ezt a munkát folytatják. Mert ha nem adunk ilyet, akkor ők találnak maguknak esetleg, ami számunkra nem annyira pozitív, olyan elfoglaltságot. Uh-huh. Igen, meg ugye gyerekkorba kell ezt elkezdeni minél hamarabb. A szemléletváltás tulajdonképpen. Így van, már óvodáskorban, igen, el kell kezdeni. Az én két kis unokám is a vízparton lakik például, és ők nagyon fogékonyak erre, és figyelik a vízszennyezést, hogyha valami van a berettyón, akkor egyből szólnak, hogy ez most mi, például itt nagyon sok békalencse van, vagy erre is tegnap fölhívták a figyelmemet, és megismerik, hogy melyik milyen növény, és elmondom nekik, és meg is jegyzik. Tehát ha a gyerek látja ezt, akkor
meg tudja jegyezni. Igen. Például nagyon sok táborban voltam kezdetben, vittem a saját gyerekeimet is, meg szakkörösöket is, és ott is volt ilyen szabadtéri bemutató, és még mindig emlékeznek arra, hogyha nem tudták elmondani annak a 10 növénynek a latin neveit, addig nem kaptak palacsintát. Ez Dombováron volt, tehát például ilyenre is emlékeznek, de tudják azóta is, hogy a cikónia mit jelent, vagy a cikónia nigra, tehát ezeket még most is tudják, és emlékeznek erre. Tehát játékosan is kell őket velük foglalkozni, mert direktben nem mindig fogják ezt bevenni, és olyan egyén kell, aki át tudja ezt adni, és akiben hisznek a gyerekek. Tehát ez is egy fontos, és akkor utána követik, hogyha életük végéig, úgy gondolom. Hát például van olyan tanítvány, aki engem még már majdnem 50 éves, de még mindig felhív a piroska napkor, és ezek olyan jó érzések, hogy, tehát, hogy valamit csak sikerült átadni nekik. Én erre törekszem, és szeretném, ha minél több fiatal átvenném, mert ugye a mi időnk is véges, tehát szeretném, hogyha minél több fiatal átvenni, és úgy látom, hogy van is hajlandóság, ha kellő időben foglalkozunk velük. Tehát itt óvodákban is látom, hogy vannak jó példák, az általános iskolában is például meghívtak előadást tartani, éppen a hulladékkal kapcsolatban, az is egy fontos téma nekünk, és különböző rajzpályázatokat, kiállításokat készíteni, vetélkedőket, ezek is nagyon fontosak, valamivel megajándékozni. Na ezt akkor én Piroska névtől kaptam, és akkor ennek örülnek. Igen, hát számos rendezvény fűződik a Piroska néni nevéhez, és ugye 1992-ben elindult a Kán Károly természet és környezetismereti verseny, ami máig, már idén a 27. alkalommal került megrendezésre. Hogyan és milyen céllal indult el annak idején ez a verseny? Hát ennek a korosztálynak akkor még nem volt versenye. 7.-8. osztálynak volt a Herman Otto verseny, gimnázium 1-2-nek a Kitai Belpál verseny. És ezeknek gondoltam, hogy hiánypótló ez a korosztály. Ez lett a két versenynek a kis testvére. Az 5.-6. osztály, és akkor hát ugye ezután is sokat kellett menni, mert bekerültem a Kémikusok Egyesülete által egy alternatív tantervbe, és mi ilyen könyvekből is tanítottuk akkor a biológiát, természetismeretet, és akkor felmerült az a kérdés, hogy rendezzünk nekik versenyeket, ezeknek az iskoláknak. De ugye ezek korlátozott számúak voltak, viszont annyira jó sikerült az első verseny 93-ban, hogy az egész országra kiterjesztettük. És akkor így minden megyében van alközpontunk, tehát így 19 és Budapesten egy úgy, hogy összesen 20 alközponttal működünk, és azok szervezik a megyei versenyeket, és ezt megelőzi a házi forduló, tehát ezekre mindegyikre mi készítjük a feladatlapokat, szakértőkkel, mestertanárokkal, tehát ezekhez is olyan szakembereket kellett összegyűjteni, akik tankönyvbe lektorálnak, tehát ilyen neves szakemberekkel, akkor például dr. Tóth Albert, aki professzor emeritus, ő a terepgyakorlatokban nagyon jó, akkor ő nagyon megemlíteni Majoros Gergelyt, ő segíti a kis előadásokat, de minden iskolából tanárokat hívtunk össze, Juhászné Szigeti Erzsébet szintén biológia szakos, ő is, akkor Bodorikné Aszódi Ágnes a református gimnáziumból, általános iskolából, tehát ott biztosítottak számunkra a helyszínt, mert kezdetben a főiskolán volt, de a főiskola megszüntével átkerültünk a református gimnáziumba, és ott sikerült egy Kán Károly emléktermet kialakítani emléktáblával. Egyébként ezekben mi vezetünk az emléktáblákba, Kán Károlyba, azt mondták, mert a református iskolában is van 2, ezen kívül van Kán Károly mellszobor, amelyre minden évben a győztesek neve kerül rá, egy-egy levélre. Tehát minden évben szaporodik a rajta levő levelek száma, és ez a szobor a faemberé válását ábrázolja.
tehát a Kán Károly ruhája, a fának a kérge. És akkor ezt így Györfi Sándor, azóta Kossuth Díjas szobrászművész alkotása, és minden évben megkoszorúzzuk és szaporítjuk a levelek számát. Tehát ez egy nagy dicsőség. Például most itt volt nálunk dr. Babai Dániel, ő 1994-ben volt győztes, és odajött a szoborhoz, és akkor megmutatta, hogy hol az ő neve, és azóta ő már Magyar Tudományos Akadémián dolgozik, és etnobotanikus. Tehát, és akkor nagyon büszke rá, hogy ez volt az első igazi verseny az életében, mert akkor még kisgyerek volt, és mondta, hogy akkor egy 5 perces előadás az nagyon hosszúnak tűnt, tehát most már ugye belejött ebbe, de akkor ez nagyon hosszú volt neki, de nagyon szeretettel gondol rá ezen, hogy átesett a tűzkeresztségen, úgymond. Tehát azért ez a 27-es szám, hogy idén a 27. alkalommal került megrendezésre, megmutatja, hogy van értelme csinálni, és lesz is még nagyon sokszor, reméljük legalábbis. Tehát óriási az érdeklődés, elmondható. Igen, az egész országban várják, sőt ugye az országos lapok is közlik a feladatokat, például a Természetbúvár újság, és a gyerekek ebből is készülnek, mert van, mikor ugye mindenki másfajta tankönyvet használt, most már jobban egységes, de eddig például szabadon választottak, hogy mozaikos kiadó vagy egyéb, és gondoltuk, hogy kell egy ilyen fix pont, amit minden évben 2 nemzeti parkot kiszemelünk, és akkor azt gondoljuk, hogy abból készüljenek. Például az idén majd szeretnénk a Körösmaros Nemzeti Parkot, meg a Bükki Nemzeti Parkot feladványként feladni, és akkor ebből a gyerekek készülnek, tehát egész évben, már a házi fordulóra is, és ugye ehhez jön még mezőtúron a terepgyakorlat, amit a természet ír, amelyik madár éppen akkor elrepül, vagy amilyen növényt meglátunk, azt kell felismerni, jegyzetelni, és a végén visszakérdezzük. Tehát a memória is fontos, a természetben való jártasság. Tehát aki először van itt, ugye az annak furcsa, hogyha nem volt soha terepgyakorlaton. Ezen kívül posztert is kell készíteni, amivel mezőtúr gazdagodik, mert itt hagyják, és iskolákba kihelyezzük. Például a tavaly volt a mi erdőnk, az volt a címe, és ez nagyon jól megoldották, és ezeket is már kiosztottuk az iskolákba. Tehát a többi gyerek is ezt élvezi, tehát nem csak a vidéki versenyzők. Az előbb is beszéltünk, hogy az elméleti feladatok mellett ugye gyakorlati feladatok is vannak, tehát komoly kutató munkát kell végezni a gyerekeknek, ami tulajdonképpen kilendíti őket abból, hogy mindig csak mazsolázni, meg magolni az anyagot, ugye? Tehát igen, ez a kis előadásokon azon van előnyben, akinek van saját kutatása. Vagy hozzásegítenek ugye a tanárok, akkor különböző szakemberek, erdészek, és segítik biológusok, kinek mi van a környezetében, azt mutatja be, és azzal naponta vagy megfigyeléseket végez, lejegyzi. Tehát mi ezt szeretnénk, hogyha a saját tapasztalataikon alapulnának ezek az előadások, nem hogy egy nemzeti parkot bemagol, és akkor azt előadja, hogy ott mi található, hanem az, hogy ő konkrétan mit látott, az van előnybe. És nagyon sok gyereknek olyan tudományos kutatásai vannak, hogy csak csodálkoznak, tehát nagyon nehéz eldönteni, mert mindegyik nagyon jó. Erről felvétel is készült, úgyhogy azt is majd lehet látni a különböző a YouTube-on, hogyha fel lesz rakva, meg az eddigeket is lehet figyelemmel kísérni. Hogy látja Piroska néni, hogy manapság a környezettudatosság mennyiben változott? Mert rengeteget lehet hallani sajnos, elég negatív híreket is országosan, nemzetközileg is, nem figyelünk oda nagyon a saját környezetünkre, tehát rengeteg a szemetelés, a
környezetkárosítás, hogy így mondjam, miért változott ez ennyire meg? Vagy csak én látom, így nem tudom. Hát nem, ugye régebben nem volt ennyi műanyag, mint amilyen most van, ezek a rengeteg PET palack. Ezt látjuk, hogy ez egyáltalán nem jó, nem a visszaváltható üvegekre törekszünk, vagy amit utána lehetne tölteni arra, és akkor ezek olyan nagy szemléthegyeket képeznek, és ez sajnos nem bomlik le. Én ebbe látom az egyiket, ugye a hulladékkezelés persze, hogy iparkodunk megoldani, de már egyszerűen ellep a szemét sokszor, tehát nem bírjuk, nem lehet majd győzni ezt, tehát azért volna fontos, hogy a gyerekeket is erre neveljük, és persze a gyártókat is, hogy ne legyenek ebbe érdekeltek, hanem a környezetbarát dolgokat jobban kellene. Például ez a sok nájlonzacskó is nagyon haszontalan, hanem majd mindenki vinne magával a boltba, ugyebár ez nem egy elfogadott, de például már nálunk az unokák már nem kérnek nájlonzacskót, tehát az már egy haladás, hogy ők nem kérik azt, nem gyűjtjük, azt mondták. Igen. Rengeteg nájlonzacskó van minden háztartásban feleslegesen. Igen, és régen nem volt ugye ez... Nem volt szükség ennyire hulladékkezelőre, mert nem gyűlt ennyi össze. Uh-huh. Tehát ezt is nagyon meg kellene gondolni, hogy miket vásárolunk, tehát már ott kellene kezdeni, hogy a boltba bemegyünk, akkor ne olyat vegyünk, akkor ne azt vegyük, amelyik már be van fóliába csomagolva, hanem menjünk, és a pultnál kérjünk kimérve. Igen. A felvágottat, vagy ilyeneket, már az is mindjárt azonnal kerül a kukába, ugye a csomagolóanyag. Igen. Ebbe látom, hogy mindenkinek el kellene odáig jutni, hogy ne szennyezzem, mert és nem vagyunk elég környezettudatosak, jobban kellene erre is hangsúlyt fektetni, mert nem hisszük el, hogy ez milyen káros, tehát pedig már láthatnánk a klímaváltozást, ugye, hogy milyen problémák vannak, ugye az üvegházhatás, tehát ezeket jobban kellene tanítani, vagy külön tantárgyat szentelni erre, nem még lecsökkenteni az óraszámokat. Tehát ebbe is látom, hogy az se jó, hogy különböző dolgok javára az óraszámot növelik, ezt pedig csökkentik. Vagy most például, ha összevonják a tantárgyakat egy olyan komplex tantárgya, hogy nem lesz már sajátos arculata. Vagy ugye a kormányzati szinten is nagyon hasznos volt, mikor még környezetvédelmi minisztérium volt, jobban ki tudott domborodni ez. Hát most is próbálkoznak ugye az agrárminisztériumon belül, de csak más az, ha önálló arculata van valaminek. Tehát ez is nagyon sokat segített nekünk annak idején. A szóróanyagokkal elláttak bennünket, tehát olyannal, amiből tudtunk ilyen hatalmas nagy poszterekkel ki tudtuk helyezni az iskolába, fali újságra, akkor voltak ilyen különböző témahetek, mondjuk ezt most is meg lehet valósítani, hogyha az iskola vezetés olyan, hogy erre hangsúlyt fektet, tehát nem csak egy óra, hanem egész héten, akkor azzal foglalkozzanak, amit éppen kiszemelnek. Például a klímaváltozást. Ezt is tudnám javasolni, jövőre szeretnénk, hogyha a poszternek ez volna a témája, hogy minden gyerek akkor ezzel foglalkozna, és akkor erről hoznának különböző ötleteket. Na akkor térjünk egy picit vissza a versenyre, hogy minden évben van egy határozott téma, ami köré csoportosul maga az a Kán Károly verseny? Hát ugye ez összetett nagyon, mert van az elmélet, a terep, és akkor a kis előadás. A kis előadásra szabadon választott mindenkinek a saját munka, vagy a lakóhelye környezete. Az elmélet az a tananyagra épül, az 5.-6. osztályos tananyagra. Külön van 5.-nek, külön 6.-nak. És a nemzeti parkok pedig mind a kettő korosztálynak. Tehát ezt, amit mondtam, hogy azt a két nemzeti parkot, ezen kívül az évhala, az évmadara, az évfája, ez minden évben fontos. Például most is az évfáját minden évben elültetjük. Most a Saj megyet ültettük el a templomkertbe, most ott gyűlnek össze a minden évben az évfája, és mindig előtesszük a gyökeréhez beviaszolva egy üveget, benne van a névsor, és majd az utókor megtalálja, akkor meglátja, hogy voltak itt valamikor ilyen környezetvédők.
csak nemzeti szalaggal átkötjük, és a gyerekeknek ez is nagyon fontos az ilyen, és akkor felhívjuk a figyelmét arra a fát, amelyek kezdenek kipusztulni, vagy arra, ami az évmadara, hogy mi a probléma, akkor azt jobban megismerik, vagy az év rovara, az év gombája, tehát ezeket mindig meg van határozva, és akkor ezeket figyelemmel kísérjük, és akkor készülnek ilyen könyvjelzők, hogy fel van sorolva, hogy melyik évben melyik volt. Tehát ez is lehet látni egy sorozatban. Az évfáját mindig elültettük, kezdetben a peresen kezdtük el, csak ugye akkor még résztáblát helyeztük ki, és akkor azokat a táblákat sajnos ellopták róla, és akkor most próbáltuk beljebb helyezni, és akkor talán itt majd több sikerünk lesz. Hát reméljük, igen. Meg egy Kánkároly parkot is kialakítottunk az iskola udvarába, tehát ez is felhívja a figyelmet erre a, ennek a fontosságára. Piroska néni számos kitüntetésben részesült, munkásságáit, például a Pro Natura díj, illetve civil díjat is kapott. Önnek mit jelentenek ezek a díjak? Hát ez nagy elismerés jelent, a Pro Natura díjat a természetvédelem Nobel-díjának tekintem. Azt még a verseny megkezdődött, még nem volt 10 éves, akkor kaptam. Tehát azért, hogy egyáltalán ilyet tudtam elindítani országos szinten. Igen. Tehát ez egy nagy jelentőségű volt. Akkor is neves szakemberekből álló zsűri döntött el, hogy én kapjam meg a Dunapalotába, és a miniszter adta át. Tehát ez egy nagy dolog volt számomra, és ez is nagyon fontos volt. Akkor a gyerekek javaslata alapján egyik évben én lettem az év gyermekbarátja, és ezt a gyerekek maguktól valahol olvasták egy újságba, és fölterjesztettek. Tehát ez is nagyon sokat jelentett a továbbiakban, hogy erőt ad ahhoz, hogy tovább menjünk. A civil díjat pedig azért kaptam, hogy a felnőttekkel is foglalkozunk, mert ezért a Körösvölgyi Természetvédelmi Egyesületet alakítottuk meg, akkor még néha ideják Lajos bácsival és Bagdán Sándorral közösen, akik nagyon sokat madaráztak, megfigyeltek, amatőr madarászok voltak, és akkor is a városházán kellett előbb beszámolni, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és akkor azt szerettük volna, hogy mi legyünk a város zöld lelkiismerete. Szép gondolat. Tehát miért akkor egy körösvölgyi estéket tartottunk, meghívtunk különböző szakembereket, akkor voltak a falugazdászokkal összefogva, nekik is tartottunk ilyen továbbképzéseket. Néhai Vas Ferenc nagyon sokat segített ebbe, ő nagyon profi volt, és sajnos már nincs közöttünk, és a főiskolában is nagyon jó volt a kapcsolatunk, szegény férjem Néhai Krizsán József, ő is sokat segített, ott volt egy anyagvizsgáló labor, és akkor ott voltak ilyen nyílt laborgyakorlatok, tehát be lehetett menni, különböző talajokat megvizsgálni, a vízvizsgálat, tehát voltak megfelelő felszerelések, tehát ez is fontos, hogy valami látványos legyen. Igen. És akkor a gyerekek ott tudtak vizsgálódni, és akkor a laborgyakorlatok ott voltak, mert régebben még az is volt a Kánkárolynak egy része. És tehát nagyon összetett volt a verseny, viszont a tankönyvekben már egyáltalán nem foglalkoztak ilyen különböző vizsgálatokkal, és akkor már nem tudtunk különböző feladatokat magunktól kitalálni, mert azokkal nem ismertek a gyerekek, és akkor nem lehetett föltenni olyan kérdést, ami nincs a könyvben. Igen, igen. Tehát ez is egy hiányosság volt a könyvekben, hogy nem foglalkoztak így a különböző vizsgálatokkal. Tehát ezt is majd gondolom, hogy majd beteszik persze. Védekeztek azzal, hogy még kémiát akkor nem tanultak. Tehát egyszerű vizsgálatokat lehet anélkül is végezni, hogy a kémiai ismeretek lennének a gyerekeknek. Igen, igen.
Hát én emlékszem arra, a biológia órán hozott az akkori biológia tanárunk egy mintát, hát tudjuk miből, amiben van papucsállatka. Tehát igen. Most nem egy nagy, igen, nem egy nagy dolog. Igen. Nekünk mégis nagy volt, hogy ott láttuk mozogni a papucsállatkákat a mikroszkóp alatt. Tehát ez ilyen apróság, de mégis... Igen, felhívja a figyelmet. Igen. Tehát vannak már különböző elektromikroszkópok, hogy ki lehetne vetíteni, és akkor a vizek élő világát megfigyelni. Igen. Tehát én ilyenekben látnám a gyerekek jobban meg tudnák szeretni a biológiát, mert ez nagyon fontos ez a életünk, akkor a egészséges életmódra nevelésre is jobban kellene törekedni, mert az is sajnos ugye az mozgásszegény életmód, ez a sok számítógépezés, igen, ez rontja a szemet és a fizikumot, ugye, hogy nem mozognak annyit, nincsenek kivéve a természetben, hanem odaül a tévé el, és akkor ott el van, és akkor ott a táplálkozásra is kellene több gondot fordítani, tehát én ilyen életmód tanácsadásokat is szeretnék, hogyha bár ilyen is szoktak, van ilyen úgynevezett egészséghét, de ezt nem kampányszerűen, hanem egész évben kellene folytatni, igen, meg be is tartatni. És a legjobb a személyes példamutatás, hogy a gyerekek azt követik, amit a tanár. Tehát, hogy ez is nagyon fontos szerintem. Tehát úgy látja Piroska néni, egy kicsit száraz anyag, vagy száraz az anyag, és nincsen, ami megszínesítse az órákat? Tehát így a gyerekek nincsenek motiválva az órákon? Hát igen, az, hogy kevés az óra szám, abban is látom. Tehát olyan nagyon nehéz egy 45 percben a gyereket feleltetni. Igen. Ugye, ha írásba felel, akkor az a baj, hogy nem szóba. Tehát igen. Én szoktam nekik adni ki, hogy kell egy-egy témát kidolgozni, és akkor beadni, tehát azzal, hogy otthon is foglalkozzon, olvassa, és akkor azt beadta. Esetleg lehet témát választatni nekik, hogy ne az legyen, hogy pont ezt rásóztuk, hanem több témakör közül választani. Ezt próbáltam a Kossuth iskolában, most ez is jó volt, és akkor, ha főleg osztályoztuk is nekik, vagy jeggyel jutalmaztuk, tehát ez nagyon feldobja őket, tehát megszeretteti a tantárgyat. Én ebben látom, hogy többet lenne az óraszám, vagy sok több szakkört kellene tartani. Tehát, igen, hogy erre is adnának lehetőséget, hogy a tanárokat valamilyen módon elismerni ebbe a témába. Hogyha biztos, hogy van erre lehetőség, és a lelkes tanárok mindig vannak, meg lesznek is. Igen, igen, és akkor, ezek viszik a természetbe, persze úgy se lehet őket, ez nem a pénzért teszik, hanem ez a lendület viszi. Például én is több tábort is szerveztem, Ecsekpusztára főleg sátorba voltak a gyerekek, tehát az egy ilyen romantikusabb forma, de már most ez sem megy, mert most meg annyi a szúnyog, hogy nem tudnak tőle. Igen, sajnos most elszaporodtak a szúnyogok, és innestől kezdve ugye jön egy másik téma, hogy a fecskék. A fecskék, bizony a fecskék. Tehát egyre kevesebb a fecske, és megint ott tartunk, hogy az élő világ, ami körülvesz minket, arra kéne ennyire odafigyelni. Igen, sajnos vannak rossz példák, hogy valaki lepiszkálja a fecskefészket, nem, hogy fecskepelenkát tenne alá, úgynevezett, úgy hívják ezt, mert az ürüléktől félnek, de hogy mennyi rovart megeszik, azt nem veszik észre. Igen. És van, aki, ez az etnobotanikus például egy olyan, akit mondtam, hogy tartott előadást itt a tanároknak, és foglalkozott ugye az állatokkal is, hogy milyen népi megfigyeléseik voltak régen a gyerekeknek, hogy előadták. Ő azt mondta, hogy volt egy olyan, hogy ha fecskefészket lepiszkálják, akkor a tehén véres tejet ad, tehát ilyeneket mondtak, és akkor ilyen egyszerű dolgokból a gyerekek se nyúltak hozzá. Igen, igen. Egy kis babona végül egy kis babona, igen, de elég hatásos volt, és nem piszkálták le a fészkeket, és ugye állattartás is, hogy így lecsökken, mert nagyon sok fecske ugye ott volt az istállókba fészkelt. És azért ugye sok rovart is tudtak ott összeszedni, és most meg ugye az is már nagyon kevés van, például van olyan
vannak olyan utcák, hogy egyáltalán nincs egy állat se. Igen. Vagy nincsen istálló, tehát ez a természetes életmód ugye sajnos már nem olyan vonzó, és ezt nem gondolják, hogy ennek milyen nagy veszélyei vannak. Meg a másik, amit láttam mostanában, ez egy nagyon jó példa, hogy a városon belül minél több fát kéne ültetni, mert ugye megváltoztatja a hőmérsékletét a magának meg a belvárosnak, termel, meg oxigén termel, tehát csak ilyenekre kéne odafigyelni. Igen, igen, ilyen faültetési kampányokat ugye minden gyereknek jó volna egy fatestvért ültetni, és akkor azt mindig gondozná, és egy kis táblával ellátni, tehát egy ilyen területet kijelölni, mert volt is ilyen kezdeményezés a ligetbe, tehát ezt úgy látom, egy kicsit most visszaesett, tehát lehetne ezt a fatestvér akciót, mert ezt minden gyerek akkor megöntözni, hogy az ő fatestvére, és akkor mi is kezdeményeztünk ilyeneket annak idején, a templomkertbe is ültettünk, tehát régen volt ez az iskolakert akció, ez is ugyan megszűnt, bár most megint próbálják majd visszahozni. Én ebbe is látnám a lehetőséget, hogy minél több iskolakert lenne, tehát olyan gyerekek rá lennének kényszerítve, vagy megfigyelni a kis növényeik, hogy hogy nőnek, ugye. Mert volt egy ilyen pályázatunk, hogy magból kél az élet, tehát hogy a magot elültetjük, hogy akkor, hogy fejlődik ki, akkor lehetne az egycikűeket, kétcikűeket tanítani az elvetve, akkor látná a gyerek, hogy hogy fejlődik. Én nagyon szeretem az ilyeneket, meg most régen nem voltak ilyen filmek, de most vannak. Igen. És a hajtatást is lehetne mutatni be, a hagymás növényeket például beletenni, ugye a vízbe lógna a gyökere, igen, például azt is. És régen voltak ilyen szertárak, ugye, ott voltak különböző tárgyak. Meg... És akkor tudom, hogy már kitömött madarakat, azt nem annyira díjazzák, azt már most... Igen, hogy másféleképpen, de például annak idején a Peresi bemutatóházban ez nagy szám volt, hogy Morai Robert grafikáival egy 40 négyzetméteres fal volt, ahol festett madarak voltak, nem kitömöttek, de most azt is talán újítják fel. Tehát én ilyesmiben látnám azt, ami apróságok, a gyerekeknek ilyen aranykönyvbe felírtuk a nevét, aki hozott valami magot, vagy valami, vagy minden nap kellett valamely jó cselekedetet végezni. Például, hogy ma az a uzsonnát nem alufóliába hoztam, hanem ruhaszalvétába, és erre figyelmeztettem a kis testvéremet, vagy ilyeneket, tehát amik ilyen gyerekesebb dolgok, de nagyon fontosak szerintem, így hát lehet igen. A gyerekeket nevelni. Hát a felelősségtudat is kialakul így. A másik kezdeményezés az pedig a Benkő Gyula Oktatási Központ. Mit lehet tudni róla? Hát annak idején már ugye 1986-ban alakult ez a Benkő Gyula, akkor még szakkör néven, és éppen a református gimnáziumban, a díszteremben alakítottuk ezt meg, és akkor voltak, akkor ugye volt az úttörő mozgalom, és akkor ezek a különböző rajok alakultak ki, környezetvédő vagy ilyesmi, és mi egy olyat kerestünk, olyan névadót, aki közel áll hozzánk, és én kutattam a Benkő Gyula életét, és tudtam, hogy volt egy tanár, aki szertárat rendezett be, és a gyerekeket úgy nevelte, hogy a vonatról leszállva gyalog kellett nekik menni, puszta bár révénél leszálltak, és mentek Szarvasig, és akkor ott a különböző növényeket meghatározták, és akkor sok ilyen szállóige volt rajta, amikor el kellett mondani a növénynek a részeit, és akkor az öt újrokra mindegyik újra jutott egy növényi rész, és akkor csak mutatta az ujját, hogy ez mi. És tehát ilyenek nekem megtetszettek, és akkor fölvettük az ő nevét, és akkor írtunk el a Városházáról, meghívtuk, akkor még városi tanács volt, a dr. Füstös Jenő, ő volt a tanácselnök helyettes, akkor ő aláírta ezt a alakuló papírunkat, és akkor kitűztük, hogy mi a célunk, hogy például legyen védett a
gimnázium melletti házfaszor, hogy ki ne vágják, mert az nagyon jó volt mindig, hogy a ballagoknak mondták, hogy milyen jó illat van ott. Igen. És akkor volt ez a gingó bilóba is, ami a sarkomban a páfrányfenyő, hogy azt is helyi védettséget kapjon, tehát ilyeneket kezdtünk el akkor, és akkor ez a szakkör ment úgy tovább, de ezt sokan akkor még megmosolyogták, hogy van ilyen búvár szakkör, akkor azt hitték sokan először, hogy a vízbe búvárkodunk, de ugye ez egy természetbúvár volt, az újság akkor támogatott bennünket, és akkor alakultunk meg, és mindig az osztályommal, meg az érdeklődőkkel táborokat szerveztünk. Akkor volt ilyen, hogy hány gólyafészek van mezőtúron, hogy azt számolják meg. Akkor volt ilyen, a gyerekek figyelték meg, hogy adjunk úgynevezett koszkárdíjat, ugye ez a, amelyik utca koszos volt, vagy például itt a Szabadság téren nagyon sok volt, hogy a kuka mellé dobálták a szemetet, azt még most is éppen. Igen, vagy szétrúgják, sajnos van olyan is. Igen, és akkor mi így magunknak csináltuk ezt, és akkor Benkő Gyula érmet is készítettünk, és minden évben azt kapta, aki a legjobban segítette, felnőtt, vagy de ezt ott az iskolai szintén oldottuk meg, és akkor 91-ben felfigyelt rá a minisztérium, a környezetvédelmi, és akkor oktatóközponttá nevezett ki bennünket. Tehát ez is egy ilyen előrelépés volt, és akkor kaptunk 200 000 forintot, és akkor vehettünk térképeket, különböző transzparenseket, és akkor ennek örültünk. Akkor tudtunk venni ilyen zseblabort, az volt a neve, és abból is lehetett ilyen kis vizsgálatokat végezni. Akkor szerettünk volna egy ilyen termet kialakítani, ahol lenne ilyen vizsgálatokat lehetne végezni. De aztán az nem sikerült, és de hát azért nem kell feladni, mert mindig van lehetőség, tehát meg kell keresni azt a, én is itt próbálom, hogy mezőtúron mit lehetne még. Esetleg sok minden ötlete van az embernek, de mikor már ezt kimondom, akkor már néha a kollégák már mondták, jaj, csak ettől félünk, hogy van egy ötleted. Hát ez a jó, még van ötlet. És csak hát, hogy sikerüljön megvalósítani. Hát igen, igen, tehát mindig olyanokat kellett keresni, akik magam mellé tudtam állítani, meg hasonlóan gondolkodtak. Igen. De szerencsére azért mindig voltak, és hát remélem, hogy lesznek is, vagy tanítványok tovább viszik ezt. Tehát azt szeretném, hogyha a pálya is vonzó lenne, hogy tudnák ezt tovább vinni. Hát a példa is mutatja, hogy vannak, akik tovább tudják vinni, csak persze a mostani generációból is legyen, igen, csak már viszi. Sokkal nehezebbek, ugye most a körülmények, ugye mindig a anyagiak, a pályázati lehetőségek, tehát nagyon sokat kell nekünk azért, mert nekünk nincs pályázatíró cégünk, hanem mi magunk csináljuk, és amit sikerül meg, sokat kell menni ilyen bemutatókra, hogy meg tudjuk nézni, hogy máshol hogy csinálják, és akkor a tapasztalatokat átvenni, és akkor több ilyen esernyő szervezetnek vagyunk a tagjai, hogy onnan is tudjunk valamit ellesni, vagy esetleg támogatást kapni az erdészettel, és jó a kapcsolatunk az Országos Erdészeti Egyesülettel. Ők segítik a megyei versenyek szervezését, úgyhogy a megyei versenyeknél mindig van terepgyakorlat is. Csak Budapesten nem tudnak, mert ott 140 gyerek van, és azzal nem tudnak mit mozogni. Tehát kisebb helyeken, vagy például Szolnokon, a Nepagnál. Például most ért véget a 19. Kánkároly tábor, tehát ez az országos versenyen résztvevők vannak meghívva. És voltam is bent náluk Szolnokon, és meglátogattam őket, nagyon örültek neki. Tehát tovább folytatódik a tehetséggondozás, nem ér véget éppenséggel a versennyel. És van, aki tavaly visszajön, azt mondja, most is eljöttem, mert volt még egy hely, és igaz, hogy én már hetedikes vagyok. És akkor megírják a beszámolójukat, és akkor ezekből is sokat tudunk tanulni, meg tovább lendít bennünket a holdponton. Tehát azzal, hogy májusban letelik a verseny, utána folytatódik szinte egész évben a következő évi felkészülés. Igen, mert július 16-tól 21-ig most volt ez a tábor, utána már most azon töprengünk, hogy mit írjunk a jövő évi versenykiírásra, most már kell készíteni. Június közepén jön ki a pályázati kiírás,
sikerült talán meghívásos pályázathoz bejutnunk, mert a nagy tehetségekkel, nagy múlttal rendelkező tehetségkutató versenyeket fogják meghívni, és reméljük, hogy nekünk is sikerül oda bekerülni, mert ugye van, aki nálunk már idősebb, de sokan már például feladják. De amíg van bennünk lendület, addig mi próbáljuk meg továbbadni a gyerekeknek, meg ilyen tanárokat fogni magunk mellé. Hát igen, igen. Meg köszönöm szépen a sajtónak is, mert ez is sokat számít, hogyha olvassák az újságban, vagy jaj, olvastam, és akkor, vagy jaj, láttam, és akkor ez szerintem nagyon fontos ez is a tudatformálásba. Interneten is lehet információkat találni, tehát a Kán Károlyról, az oktatási központról és mindenről van honlap. Igen, igen. Úgyhogy bárki, aki szeretne, megkeresheti az interneten. Igen, akkor a Természetbúvár oldalon, Természetbúvár honlapon is van, ezen kívül a Kán Károlyt átveszi az Országos Erdészeti Egyesület, az erdészeti lapok. Tehát ez egy nagyon nagy dolog az, hogy a Kán Károly családdal is kapcsolatban vagyunk. Már a unoka, dédunoka, és itt volt mezőtúron, ő mondta a zárszót. Micsoda nagy dolgok. Tehát a családdal is kapcsolatban vagyunk, és mindig mondják, hogy tudnak-e van be segíteni. Nagyon aranyosak, bár a unoka már 87 éves, de még most is díjat adott át. Ezen kívül fontos az, hogy meghívjuk a testvértelepülésekről is. Például Sepsikörös Patak polgármestere is erdész, és tavaly itt volt az ő kisfia is, előadást tartott. Az idén nem tudtak jönni, mert pont egybeesett most a választással, 26-a, de jövőre is készülnek, és ők is nagyon sok jó tapasztalattal rendelkeznek, mert ott még jobban természet közelébe élnek, és nagyon sok érdekességet, tehát ők nagyon sok mindent tudnak. Tanárnők is, tehát nagyon jó velük a kapcsolatot tartani, a Vajdaságban is szintén Törökbecséről is szoktunk hívni, Árkosról, tehát a magyar lakta területekről. Igen, igen. Úgyhogy ezt tovább is szeretnénk folytatni. Sok munkája van még így is Biroska néninek, hogy nyugdíj mellett tetszik ezt csinálni. Hogy telnek a napok egyébként, Biroska néni napjai, amellett, hogy aktívan, ahogy így hallom. Igen, mindig még éjszaka is ugye gondolkozok ezeken a dolgokon, tehát nem zárul le. Hát minden nap, ugye most például a nyári szünetben a három unoka elég sok elfoglaltságot ad, például meg az ő iskolájuk, ahol tanulnak, ott például most is oda megyek majd holnap a Mini Magyarországra, Arborétumba, tehát ahol tudok még bekapcsolódok. Tehát ő velük is elég sok elmegy, akkor a különböző házkörüli munkák. Kertészkedése, ahogy így igen. Hallottam, hogy... Igen, most igen. Egy kicsit, tehát azt is szeretem a virágokat ültetni, csak sajnos most negatív tapasztalatok voltak itt mezőtúron, ugye, hogy sokat elvittek, az én nagyon szép muskátliaim voltak, azt is elvitték, tehát nagyon fontos lenne ugye ezeknek a védelme is, hogy ne, tehát hogy ne lopják el azt, hát amit igen. A más erültet, tehát én, de ami úgy látszik, hogy ami virágzik, az nagyon kedves, úgyhogy most majd próbálok, nagyon érdekes volt az, hogy a utcánkban, amikor ültettük az örök zöldeket, akkor is elég sokat elvittek, és úgy, hogy az egyik, de mindig pótoltuk. Azért, hogy a fák nem egyforma nagyok, mert egyik később nőtt, meg a másik meg, mert hogy újra kellett ültetni. Igen, igen. Tehát még erre is az embert néha visszaveti az ilyen dolgok, amilyen negatív tapasztalatok, tehát hogy becsüljük már meg azt, amit a másik elültet, hogy ne húzkáljuk ki. Igen. Gyerekeket is erre neveltem, mert egyszer a hídon túl egy mini arborétumot létesítettünk, egy Schmidt Gábor nevű kertészmérnök készítette a tervet, és akkor ott a gyerekekkel figyeltettem, és ott is tudták azt, hogy ki az, aki kihúzta. És akkor tudták, hogy hova ültette el, mondjuk ez még a jobbik eset, igen. Hogyha elülteti, de hát ugye ebből a gyerek, hogy őszinte volt, akkor nem csináltam belőle ügyet, hogy most utána megyek, mert akkor máskor nem figyel, vagy nem mondja meg. Tehát, hogy erre is kell figyelni azért, hogy
Ezen kívül még tanári segédanyagokat is szoktam, tehát minden évben állítok össze, most is, tehát ez már van belőle 26 kötet. Nem semmi. Akkor van tájakkorok múzeumokba is kiadványom a Körösvölgyi, akkor még természetvédelmi terület volt, és a Bökényi vízlépcső. Tehát ez is érdekel. A Benkő Gyula életén is dolgozok, tehát még azt is szerettem volna kiadni, csak a fele, aki egy másik szerzőtárs lett volna, közben eltávozott az élők sorából, és nincs meg az anyagnak a fele. De nagyon érdekelnek az ilyen régi dolgok, a természettudósok élete, például, hogy Homoki Nagy István hogy került Mezőtúrra, vagy milyen munkássága volt, vagy később őnek is, például a fiát felkerestem, ő is erdőmérnök, és kérdeztem az apjával, hogy ők is milyen sokat tanultak, tehát, hogy akkor még a technika nem volt ilyen, mint manapság, tehát, hogy mennyi minden nehézségen kellett nekik, hogy ilyen anyagokat összeállítsanak. Igen. És ezt lefordították még különböző nyelvekre, tehát még az is, megkaptam szerencsére ezt a könyvet is. Tehát nagyon szeretem az ilyeneket így összegyűjteni, és tovább folytatni ezt a kutató munkát. Hát én nagyon-nagyon sok sikert kívánok ezekhez a további aktív évekhez, és remélem minél több segítséget is fog kapni Piroska néni, hogy megvalósuljanak ezek az óriási célok. De hát nemes célok. Hát igen, a várostól is kapok segítséget, hiszen dolgoztam a Városházán is 10 évet, de szeretném, hogyha ez a Kánkároly verseny belekerülne az értéktárba, tehát mert ez csak egy érték, és ez, amit letettünk az asztalra, ez már nagyon fontos lenne a helyi értéktárba. Én szeretném ezt kérni, meg indítványoztam is már úgy, hogy még ezt is szeretném, ami most egy legközelebbi cél. Sok sikert kívánok, és valósuljon meg ez a nagy cél is, de azért jó pihenést is kívánok, és jó egészséget, és köszönöm szépen, hogy el tetszett jönni hozzánk. Köszönöm szépen én is a meghívást. Szépen.